A városnak szánt többlettámogatás megítéléséről a Heves megyei önkormányzat április 29-i rendes közgyűlésén döntöttek, melyet megelőzően sajtótájékoztatón dr. Pajtók Gábor Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta, a többletforrás felhasználása az egriek, valamint a térségben élők javát is szolgálja. Dr. Juhász Attila Simon, a megyei közgyűlés elnöke hozzátette, mivel a kormány biztosítja a fejlődés további lehetőségeit, a megyei integrált területi program módosítására volt szükség. Ennek eredményeként a korábban meghatározott 68,4 milliárd forinton felül az aktív ökoturisztika fejlesztésére további 2,4 milliárd forint áll majd rendelkezésre a Bükkmátra régióban és a Tiszatónál. Ezen kívül plusz 1,8 milliárd forintot biztosítanak az önkormányzati tulajdonban lévő gyógyfürdők, strandfürdők energetikai korszerűsítésére, így a 600 millió forintos többletforrást a város erre a célra használhatja fel. Ezek az összegek kerülnek most be a Heves megye integrált területi programjába, illetőleg azok a szükséges átcsoportosítások jelennek meg az ITP-ben, amelyek az elmúlt időszak egyrészt már lezajlott pályázati konstrukciói alapján szükségessé váltak, másrészt pedig az irányító hatóság az ERFA-ESA egyensúlynak a megteremtése érdekében írt elő különböző változtatásokat. Ennek egyik eleme volt egyébként a Heves megyei foglalkoztatási paktum, ahol a Heves megyei foglalkoztatási paktum eredetileg egy 3 milliárdos keretösszeggel indul, de azt lecsökkentett az irányító hatóság 2,3 milliárd forintra, viszont nem került elvonásra ez az összeg, hanem olyan konstrukciókat tudtuk átcsoportosítani, ami nagyon fontos a megye szempontjából szintén, például a önkormányzati utak, önkormányzati tulajdonú utak felújítására szinte a teljes fennmaradó összeget, tehát ezt a több mint 600 millió forintos összeget ide is át tudtuk csoportosítani. Mirkóczki Ádám polgármester a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a fürdők tekintetében kulcsfontosságú, hogy milyen energiahatékonysággal működik. A top pluszos források alapvetően három nagy területet érintenek, az energetikát, a szociális szolgáltatásokat, illetve az infrastruktúrát. Most a megyei közgyűlés és Pajtó Gábor képviselő úr kezdeményezésére az energetikai forrásunk bővül egy 600 millió forintos keretösszeggel. Ezt az Egri Termál strandfürdőre szeretnénk, hiszen energetikai szempontból én azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú, hogy milyen hatékonysággal, milyen energiahatékonysággal tud üzemelni. A polgármester kiemelte, a világban zajló folyamatok ismeretében kiemelt jelentősége van minden olyan fejlesztésnek, ami az energetikai szektorban meglévő kitettséget csökkenti.